Képviselői lobby. Több mint 270 millió forintból teljesen megújulhat a rózsakert. Fókuszban a helyi és környékbeli alapanyagok, szezonális ételek a balatonszemesi Pistücsökben. Guinness rekord kísérlet és szórakoztató rendezvények az elmúlt 3 évtized eredményeit ünnepli Balatonlelle. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 272 millió forint visszanemtérítendő kormányzati támogatást kapott Siófok városa a rózsakert felújítására. Vicman Mihály a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárásával így elkészülhet a második és harmadik ütem is. Közben az első ütem munkálatai elkészültek a város saját költségvetéséből, felújította a parti sétányt és megújult a közvilágítás is. A rózsakert felújítása ez év februárjában kezdődött, miután a képviselőtestület arról döntött, hogy önerőből kezdi meg az emblematikus park és környékének felújítását. A városatyák közel 100 millió forintot szavaztak meg az első ütem munkálataira. A további ütemek tervezésénél azonban nem kell a város beruházási keretét felhasználniuk, hiszen Vicman Mihály országgyűlési képviselő közbenjárására a teljes felújítási összeget mintegy 272 millió forintot a kormány magára vállalja. Ez azt gondolom, hogy egy fontos és szimbolikus beruházás, hiszen a városnak a balatoni kapujáról beszélünk, az északi kapujáról beszélünk, ahova a víz felől érkeznek a vendégek. Ez az, ami köszönti őket, és valóban időszerű volt, és jogos igénye volt a siófokiaknak ennek a területnek a megújítása. Szerencsére ezt a folyamatot az önkormányzat elkezdte, és a polgármester úrnak tett korábbi ígéretemnek megfelelően igyekeztem eljárni annak érdekében a miniszterelnökségen, illetve a kormánynál, hogy a további felújítási ütemekre még pénzt kaphasson a város. Ez összességében 272 millió forint formájában került megítélésre. Ez pontosan akkora összeg, mint amekkorát a város igényként benyújtott a kormányhoz. Vicman Mihály ugyanakkor hangsúlyozta, nemrégiben olyan hangok is megjelentek a város költségvetésével kapcsolatban, amelyek azt sugallták, hogy a település működése veszélybe kerülhet a járványhelyzetből adódó védekezési költségek miatt. A politikus szerint Siófok stabil lábakon áll, hiszen a tavalyi évről 4 milliárd forint pénzmaradványjal rendelkezik, az idei büdzsében pedig 1,5 milliárd forint szabadon felhasználható beruházási keret található. Még májusban elérheti az 5 milliót a beoltottak száma, ekkor lehet feloldani az esküvőkre, nagyobb rendezvényekre és a kijárási tilalomra vonatkozó korlátozásokat, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos tömegrendezvényeken augusztus elejéig, közepéig nem lehet részt venni védettségi igazolvány nélkül. Azt is hozzátette, a regisztráltak száma alapján nem lehetetlen, hogy a beoltottak száma eléri a 6 milliót. Mint mondta, Európában Magyarország térhet vissza a normális élethez legkorábban, de ez nem jelenti azt, hogy a járvány megszűnt volna. Azt kérte, mindenki tartsa be azokat a szabályokat, amelyek a biztonságos élethez szükségesek. A következő időpont, amikor újabb korlátozásokat tudunk feloldani, az 5 milliónál lesz. A ma reggeli jelentés szerint 4.483.598 magyar ember kapta meg az első oltást. Ebből arra következtetünk, hogy el fogjuk érni még május hónapban az 5 milliót, egyesek szerint már pünköst környékén is. 5 milliónál be fogok jelenteni majd az operatív törzs döntése alapján újabb feloldásokat. Ezek az esküvőkre vonatkoznak, ezek a nagyobb rendezvényekre vonatkoznak, kijárási tilalomra vonatkoznak. Amit nem fogok tudni bejelenteni, az az, hogy bizonyos rendezvényekhez, nevezzük ezeket tömegrendezvényeknek, védettségi igazolvány nélkül azokon nem lehet majd részt venni. Ezeket biztosan fönn fogjuk tartani augusztusig. Úgy számoljanak a fiatalok is, meg mások is, hogy zenés, tömeges rendezvények, vagy nagy rendezvények, azok védettségi igazolvány nélkül nem lesznek látogathatóak augusztus elejéig, közepéig. Ismét csökkent az új fertőzöttek száma, 1190 esetben mutatták ki a koronavírus fertőzést, 71-en pedig életüket vesztették. Összesen 2612 beteget ápolnak kórházban, közülük 338-an vannak lélegeztetőgépen.
Több mint 4.483.000 ember kapta meg az első vakcinát. Közben a 16-18 évesek is felvehetik az oltást, ezzel a lehetőséggel mintegy 90.000 technikumban vagy szakképzőiskolában tanuló diák is élhet. Első körben azok a fiatalok kapnak a Pfizerből, akik korábban regisztráltak és időpontot foglaltak. A szakképzésben tanulók hiányzása is igazoltnak tekinthető, ha az oltást tanítási napon kapják meg, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A tárca szerint a szakképzésben azért is fontos a megfelelő védettség, mert a tanulók nyári gyakorlatukat jellemzően vállalatoknál töltik. A Magyar Bankszövetséggel és a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetések után dönt a kormány a hitelmoratóriumról, közölte a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott, a cél az, hogy azoknak az ügyfeleknek biztosítsák a védőernyőt a továbbiakban is, akiknek gazdasági helyzetük ezt szükségessé teszi. Ugyanakkor a kormány a törlesztéshez visszatérő kezét sem engedi el. Elmondta, a tavaly áprilisi 1,6 millió lakossági hitel helyett idén, február végén 1,3 millió szerződés volt moratórium alatt. A haladékot igénylő vállalkozások száma tavaly májushoz képest 35 ezerre csökkent, így a lakossági hitelek 50, a vállalatiak 35%-a van halasztás alatt. A balatonszemesi Kistücsök étterem már hosszú évek óta letette voksát a helyi és környékbeli termékek a családi gazdaságok mellett. Mára már közel 70 olyan beszállítótól vásárolnak alapanyagokat, jellemzően magas minőségű friss zöldséget, gyümölcsöt biztosítanak az étterem számára. Ezzel lehetővé vált a folyamatosan változó szezonális ételek megjelenése is az étlapon, amelyet a vendégek mindig szívesen próbálnak ki. Hál' Istennek most már egy jó pár éve nagyon jól működik a szemesi zöldspárga. Van itt a Rád domboldalban egy 2 hektár, ahol a Bános Sándor nevezetű szemes úriember termel, hál' Istennek, zöldspárgát, és ebben ez már akkora volumen, hogy már mi is segítünk neki eladni igazából, mert annyit az étterem már nem tud forgalmazni, amennyi megterem nála. És akkor ezekből készítünk egy mongalica hússal egy apró pecsenyét, amit frissítő zöld fűszerekkel még a végén egy picit élénkítünk. Mi nálunk ez tényleg már a kezdetektől kezdve egy ilyen nagyon nagy cél volt, hogy aminek a szezonja van, az kerüljön a tányérra. És hogy ezt meg tudjuk úgy oldani, hogy ezt a beszerzési láncot minél közelebb hozzuk a Kistücsök étteremhez, akkor ez pedig óriási nagy öröm. Akkor, amikor elkezdtük ezt az egész koncepciót, és elkezdtünk így helyi termelőkkel dolgozni, akkor, hogyha most leszámítjuk mondjuk a helyi borászokat, akik szép számba hozták a boraikat, vagy a pezsgőiket, akkor volt egy ilyen 6-8 beszállítónk, akivel együtt tudtunk dolgozni. Ma több mint 70 van. És ez olyan nagy öröm, hogy olyan sok olyan ember van, aki gyakorlatilag érdekelve van abba is téve, hogy mi nálunk sok vendég legyen, és minél jobban érvényesüljön ez a koncepció, hogy ők együtt élnek velünk, folyamatosan adjuk le nekik a megrendeléseket, folyamatosan jelzik ők nekik, hogy éppen minek jön most a szezonja, mi ez alapján érjük meg akkor a választéknak az egyik részét. Ebből van olyan, aki csak egy-egy fűszernövényt hoz, mert az van a kertjében, vagy mondjuk valamilyen salátafélét. De van olyan is, akinek olyan családi gazdálkodása van, hogy nagyon sok mindent kimondottan nekünk termel, meg még mondjuk a siófoki piacra, meg egy-két étteremnek, és ő már az egész családját abból tartja el, hogy ellát akkor ilyen éttermeket, mint amilyen mi vagyunk. A vendégkörünknek több mint 80%-a kimondottan emiatt, és ezeket az ízeket is keresik, ezeket a friss ételeket keresik, és nagyon szeretik azt, hogy minden szezonban megtalálják az aktuális kedvencüket. Ha csak itt a régiót nézzük, a Balaton régiót, akkor 10 évvel ezelőtt egy ilyen 10% volt, ez pedig most már fölment egy ilyen 40%-ra. Hát majd, hogyha ez 60-70 lesz, akkor azt mondom, hogy ez már igazán jó. Már érkeznek a foglalások a pünkösdi hosszú hétvégére a dél-balatoni szállodákba. Az általunk megkérdezett 4 csillagos siófoki wellness hotelben az ünnep idejére már 80% felett elkeltek a szobák. Általában 2-3 éjszakára foglalnak szállást a védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégek,
akik között sokan gyermekekkel érkeznek majd a Balatonhoz pihenni, mondta a foglalási adatokra hivatkozva a Siófoki Hotel ügyvezetője. Gyakorlatilag a pünkösdi hétvége az a 4 millió beoltott személy kihirdetését követően szinte azonnal ilyen nagyon magas foglaltságra felkúszott. Az előtte utána lévő időszak ugye itt a május hónapban is szépen telik, de hát a pünkösd természetesen mint minden évben most is kiemelt időszak lesz. Egész évben tartó programokkal ünnepli Balaton Lelle önálló várossá válásának 30. évfordulóját. Az ünnepi program sorozatnyitó napja június 5-én kezdődik a Szalai nappal, amelyen majd a család életének és hagyatékának érdekességei tárulnak a látogatók elé. Emellett számos színes kísérő program, sőt egy Guinness rekord kísérlet résztvevői is lehetnek az érdeklődők. A jubileumi év előkészületei már januárban megkezdődtek, amelynek keretein belül egy logópályázatot hirdetett az önkormányzat. A nyertes pályamunka már most sok helyütt felfedezhető kiadványokon, internetes felületeken. A közönség számára is nyilvános, első esemény pedig június elején várható. A legelső alkalom az ugye a járványhelyzet függvényében áttolódott tavaszról egészen 6. hó 5-ére, amikor is itt a ház megelevenedik, ami látható is mögöttem egyébként a Szalai Kúria épülete, ebben kapott otthont a művelődési ház, és ezt szeretnénk egy történelmi családi rendezvénnyel úgymond bemutatni a kedves publikumnak. Sok minden programot tervezünk a művelődési házban belül is, illetve itt a park részében és a szabadtéri színpad területén is. Tulajdonképpen egy egész napos programsorozatról van szó. A középpontban ugye a Szalai család élete és a rengeteg érdekesség, ami körülveszi, körül lengi ennek a családnak a történetét. A Szalai család története át és átszövi Balaton Lelle múltját. Jelenleg a Szalai Kúria ad helyet a Városi Művelődési Háznak is. A méltó megemlékezéshez a Művelődési Ház nagy termét is átalakították. Berendeztünk egy korabeli bútorzattal egy teljesen azt az időt rekonstruáló tálalórészt, étkezőrészt, hálórészt, tehát nagyjából lehet tudni, hogy a Kúriában annak idén hogyan éltek azok, akik ugye itt laktak, a szalaiak. A Szalai Kúriában interaktív tárlatvezetéssel mutatják majd be a család történetét, nem csak június 5-én, hanem egész évben. A Balaton Lelle 31. rendezvényén emellett számtalan kísérő program, kikapcsolódási lehetőség, sőt, ha a járványhelyzet engedi, egy főzőverseny és Guinness rekord kísérlet is várja majd az érdeklődőket. A közepes és kisebb fesztiválok nagyon bíznak abban, hogy ezen a nyáron megtarthatják a találkozókat, mondta az Origo.hu-nak Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke. A szakember arról is beszélt, az ágazat fel van arra készülve, hogy csökkenteni fogja a látogatók számát az igazolványkötelezettség, de a legfontosabb most egymás és a magunk egészségének védelme. Azt is közölte, az előadó művészek és a színpadtechnikai vállalkozások tavaly óta szinte folyamatosan válságot élnek át, de a kézműveseknél is óriási készletek maradtak raktáron, az ő bevételeik jelentős részét ezek a kisebb-nagyobb rendezvények fedezik. Hozzátette, ha a teljes ágazatot nézzük, akkor 127 ezer fellépőt, 28 ezer árust és 21 ezer vendéglátót érintett a fesztiválok lehetőségének csökkentése. Képviselői lobby. Több mint 270 millió forintból teljesen megújulhat a rózsakert. Fókuszban a helyi és környékbeli alapanyagok, szezonális ételek a balatonszemesi Pistücsökben. Guinness rekord kísérlet és szórakoztató rendezvények. Az elmúlt 3 évtized eredményeit ünnepli Balaton Lelle. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. A hétvégén már kellemesebb időre számíthatunk, mindjárt mutatjuk a részleteket, én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!